Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Takács Jászint vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 9-es szintű vezető házaspárja. Én Takács Anasztázia vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződbe szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtt kereskedelmi vállalkozásunkban dolgoztam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Vas megyében, Kondorfán az Őrségben élünk, házasságban Anasztáziával, 6 gyermekünk van, 4-et már felneveltünk, már útjukra indultak, és 2 kisebb, hát nem, kis, nem olyan kicsik már, de 2 gyermekünkkel élünk. Kamaszok. Nekem a PPH előtt saját vállalkozásomban könyvelés. Leszakadt az egerem. Saját vállalkozásomban könyveléssel foglalkoztam, majd a lányunk születése után természetgyógyászattal. Mára viszont már én is a közös vállalkozásunkban a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista a szervezetünknek alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, és 31 éve hozta létre a PPH közösségét. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra, azokra a tanításaira, amiket a jövővel kapcsolatban mond, hiszen azok úgy szoktak bekövetkezni, ahogy ő azt mondja. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, amely egyedülállóvá teszi őt a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket, neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létre jövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először is kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, és természetesen nagyon boldogat is. Köszönöm. Mennyire vagytok elégedettek jelenlegi világunkkal? Holnap a boldog. Jó, köszönjük szépen, játszik a igen. Jó kell húzni. Jó. Meglátjuk. Nem, külön állítottam őket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Nem igazán? És mi baj van a jelenlegi világgal? Nos, mi lesz ezzel a világgal, hogyha így halad tovább? Szerintetek? Tessék?
Tehát az emberek jobban fogják magukat érezni a bőrükben, ha így halad tovább a lila. De mi lesz? Hát miért nem látjátok át? Mondom azoknak, akik nem tanulnak itt. Miért nem látjátok át, hogy nem jó felé halad az egész világ? És ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz uralkodik a Földön. Tehát ezt miért nem látjátok át? Tehát magatoktól miért nem látjátok át? Most is ő uralkodik. Tehát ugye az elnyomóktól ne várjatok jót. Tehát az uralkodó osztály az egy más fajta működésű egyénekből áll. Ha utána nézel az interneten, őket úgy hívják, hogy pszichopaták. És az uralkodó osztály az egy pszichopata réteg. Tehát mit vársz egy pszichopata rétegtől? Tehát azt várod, hogy majd jobb lesz neked. Tehát most az uralkodó osztály az kb. 10 000 ember a bolygón, érted? A legfelsőbb uralkodó osztály. És az mind kivétel nélkül pszichopata. A pszichopaták örökletes tulajdonság. Tehát örökölték. Szüleik is azok voltak, nagyszüleik is, dédszüleik is, ükszüleik is, hanem mind a kettő, legalább az egyik. És ez a pszichopataság megy tovább. Tehát ők ráadásul olyan pszichopaták, akik burkoltat csinálják a dolgokat. Tehát teljesen elbújnak a tömegek elől. Érted? Nem olyan, mint a gyilkosok, érted? Mert a gyilkosok is pszichopaták, tehát nyilván a szándékos gyilkosokról van szó. Tehát ők burkoltan csinálják az egészet. Ezt úgy hívják, hogy ez még rosszabb, mert nem fedezett fel. Érted? És az emberiség ezektől várja, hogy egy jobb világunk legyen a pszichopatáktól. Nézd már utána az interneten arra, hogy mit jelent az, hogy pszichopata. Jó, te tévedésben élsz a pszichopatákkal, mert azt gondolod, hogy a pszichopaták azok olyanok, mint a tévében, azok a folyamatosan gyilkolásznak, érted? És a legtöbb ember azt gondolja, hogy azok a pszichopaták. Nem. A pszichopaták azok nyomorítják meg az emberek életét. Hát gondold végig, a pszichopatákban nincsenek olyan érzések, hogy együttérzés, nincs olyan, hogy sajnálat, nincs olyan, hogy megbánás, nem bánnak meg semmit, bármit csinálnak, nem bánnak meg semmit, érted? Nincs olyan, hogy mit tudom én, empatikus legyen, tehát beleérezze magát a te helyzetedbe. Ezek nem tudnak így működni, érted? Nincsenek bennük ezek az érzések. Hiányoznak, genetikailag hiányoznak ezek az érzések. Ennek megvan az oka, hogy miért ezt van, mikor elmagyarázom, elmagyaráztam, most nem magyarázom el. Bőven elég, ha ezt a szót kimondom, hogy pszichopata. Ha nem hiszed, mondom, nézz utána, és honnan tudni, hogy pszichopata? Onnan tudni, hogy elnyomja a környezetét, és ebben éli ki magát. Tehát ő úgy gondolkodik, a pszichopaták úgy gondolkodnak, hogy ha más boldogul, akkor az nekik rossz. Ezért mindenki mást el kell nyomni azért, hogy ők boldoguljanak. Na most ilyen hatalomban lévő emberektől akarsz te azt, hogy megoldják az életedet? És nem feltétlenül azok a pszichopaták, akikre rálátsz, mert burkoltak. Érted? Tehát a mindennapokban is jelen vannak a pszichopaták, hiszen a bolygó 20%-a rendelkezik ezzel, érted? Illetve nem egészen, bocsánat, mert a 20% a szociopata és pszichopata. A pszichopaták az a 4%. Tehát a bolygó 4%-a, tehát minden 25. ember. Oké? A szociopaták azok, akik olyan elnyomásban részesültek gyerekkorban, hogy olyanná váltak, hogy ők is hasonlóképpen gondolkodnak, mint a pszichopaták, de nem örökletes a szociopatáság. Tessék utána nézni ezeknek a dolgoknak. És a mindennapokban fellelheted a szociopata és pszichopata embereket. És mondom, a pszichopata és a szociopata az a minden 5. ember a bolygón. És azok közül a 4%, tehát minden 25. ember, pszichopata. Oké? Okay. Ami azt jelenti, hogy örökölte. És ugye a pszichopaták
mondom, a felső vezetés, a világ uralmi hatalom felső vezetése mind kivétel nélkül pszichopata. Mind. És mi a felső réteg? Akármilyen hihetetlen, nem tudom, hogy hiszed már, vagy nem. Ha még mindig nem hiszed, hogy van háttérhatalom itt a Covid óta, érted? Akkor nem tudom, hol élsz. Tehát a Covid óta egyértelműen kiderül, hogy van háttérhatalom. Mindig, mikor valamilyen előadó beszélt arról, hogy háttérhatalom, akkor a közönség egy része kiröhögte, érted? Mármint az emberek egy része. De a Covid által egyértelműen kiderült, hogy igenis van háttérhatalom, és igenis a háttérhatalom az irányítja az állami vezetést. Oké? És az állami vezetőket. Nehogy már azt mond, hogy a gyógyszergyárak tulajdonosai nem irányították az állami vezetőket a Covid időszak alatt. Nehogy már azt mond, hogy a WHO nem irányította az állami vezetőket a Covid időszak alatt. Akkor mi az, ha nem háttérhatalom? Ők nincsenek hatalomba. A WHO egy semmi, egy senki, érted? A WHO nem tud parancsolni. Csak akkor, hogyha hagyják, hogy parancsoljon. Oké? És a WHO vezetője egy pszichopata. Tényleg, olvas utána, meg tudod nézni, utána tudsz olvasni, hogy a WHO vezetője egy pszichopata ember. Nem az volt, azóta bolondult meg a WHO, mióta az a vezető. Mert egy pszichopatát választottak meg vezetőnek, érted? Utána lehet ennek is nyugodtan nézni. Tehát nem kell nekem elhinni, nézz utána. Keres rá, hogy pszichopata, keres rá, hogy WHO vezetője, stb. És megtaláld a válaszokat. A Wikipédián ezek fönn vannak. A Wikipédián utána tudsz olvasni. Oda meg nem nagyon rakhatnak fel hülyeségeket, azt tudod, jó. Oké? Szóval, gondold végig, várod, hogy más majd megoldja neked. Az állami vezetők, az még ha akarnák, se tudnák megoldani. Hát még ha akarnák, se mondok példákat, jó? Ott volt a kuvaiti elnök. Hogy hívták? Saddam Hussein. Így van. Az iraki. Nem a kuvajti, bocsánat. Az iraki el. Saddam Hussein. Amiért nem fogadott szót, lerohanták az országát. Érted? Ott van Marokkónak, aki volt királya. Marokkóban teljes szociális biztonság volt. Totális szociális biztonság. Minden ingyenes volt. A teljes orvosi ellátás, az iskoláztatás, minden, érted? Tessék? Ja, Líbiában, nem Marokkóban, bocsánat, Líbiában, igen. Igen, a Líbiában. És nem fogadott szót, mit csinálta? Kirobbantották ezt a arab tavaszt. Érted? Azért, hogy ezeket elsöpörjék, akik nem fogadnak szót, állami vezetők elsöpörjék a színről. Ugye ezt akarnák Putyinnal is, aki nem fogad szót, ezt akarnák a kínai vezetővel is, aki nem fogad szót, csak egy kicsit nagyok ahhoz képest, hogy őket le tudják rohanni. Érted? Egy Líbiát azt le tudnak úgy rohanni, hogy most mondok példát. Te azt gondolod, hogy forradalom volt itt Magyarországon 56-ban. Óriási tévedésben vagy, ugyanis azt a forradalmat nem belső, tehát nem a magyarok robbantották ki, hanem az izraeli és az angol titkosszolgálat robbantotta ki a forradalmat. Tudod miért? Azért, hogy az oroszok figyelmét elterelje a szuezi válságról. Az egyiptomi szuezi válságról. Ugyanis Nasser elnök államosította a szuezi csatornát, és azt pedig a Rothschildok építették, illetve az angolok építették a Rothschildok pénzéből. És fogta és államosította,
És utána ugye az angolok rögtön oda mentek a hadsereggel, meg stb., de az oroszok meg nem hagyták, hogy ennek is utána tudsz nézni, történelem. Nem hagyták az oroszok, hogy a katonailag beavatkozzanak az angolok. Oké? Okay? És mit csináltak erre? Kirobbantottak rögtön a szuezi válság után egy lengyel forradalmat, amiről nem is tanultunk egy megveszekedett szót se, 56-ban, 56 nyarán, semmit nem tanultunk róla, utána meg kirobbantottak egy magyar forradalmat, azért, hogy az oroszok figyelmét elvegyék a szuezi csatornáról, ez sikerült is egyébként. Jó, tehát lényeg az, hogy nincs, nem tudnak kirobbantani polgárháborút. Hogy ne tudnának kirobbantani? A titkosszolgálatok nem tudnak. Hogy ne tudnának? Ahogy az arab országban a külső titkosszolgálatok kirobbantották az arab tavaszt, az arab forradalmokat, ugye Líbiába, Egyiptomba, akkor Tunéziába, stb. Stb. Már mikor meg tudták ezt csinálni? Nálunk is meg tudták csinálni. Oké, okay, mi kell hozzá? Kellenek ügynökök, kellenek beépített állampolgárok, meg kell hozzá pénz. Oké, okay, ennyi. És kirobbantanak ilyen dolgokat. Hát, ha nem tudnád, itt Magyarországon is nem olyan rég ki akartak robbantani, mikor az az első ilyen béketüntetés volt. Emlékeztek? Amit a Orbán Viktor szervezett. Már az ő kormányzása alatt. Az első. Azt azért szervezte meg, mert tudomására jutott, hogy ellenforradalmat, tehát akarnak kirobbantani, egy polgárháborút akarnak kirobbantani. Érted? Tehát úgy akarták leváltani akkor Orbánt. Orbán Viktor, nem tudtad? Hát azért csinálta ezt a békemenet, vagy mi a manó volt, emlékeztek? Az elsőt. Az, így van, az első, amikor volt. Jó, tehát azt gondolod, hogy nincs háttérhatalom? De hogy nincs háttérhatalom? Hát ahol van titkosszolgálat, ott van háttérhatalom. Oké? Okay? És mindenütt vannak titkosszolgálatok, jó? Na most, de nem csak a titkosszolgálatokról van szó, hanem a hatalom azoknak a kezében van, akiknek a pénz a kezükben van. Ez nem tudom, egyértelmű számodra? Igen. Tehát minél több pénze van mondjuk egy családnak, annál több hatalma van. Oké? Okay. Ami annyit jelent, hogy évszázadok óta vannak olyan családok, amelyik csak gyűjtik a vagyont. És mindegyik család van, akik ott vezető pozíciót töltenek be, az mint pszichopata. Van egyébként 13 család a Földön, amely gyakorlatilag több pénzzel rendelkezik, mint a bolygó összes lakosa együtt. Tehát több vagyonnal most a pénzt így is. Ez a 13 család, közül olyanok vannak, amit nem is gondolná, hogy például az angol királyi család, Windsorok, akkor a Habsburgokra nem is gondolná, a Romanovokra nem is gondolná. Azt hittél, hogy már hol vannak ők. Akkor ugye a Rothschild család ugye az a leggazdagabb család a világon. Akkor a Rockefeller család, Morgan család, Warburg család, Kennedy család is ide tartozik. Jó? Le van itt nekem írva, fel tudnám sorolni az összeset. Jó, a Bush már csak a következő 300 családba tartozik, a Bush család. Szóval lényeg az, hogy csak az ismert, nagyon ismert családokról beszélek. És őtőlük várjátok, hogy
hogy jobbá tegyék a világot. Hol? Hát Kennedy, tudod miért gyilkolták meg? Kennedy-t azért gyilkolták meg, mert ő akart lenni a pindár. Mi a pindár? A 13 családnak a legnagyobb hatalmú ura. És a legnagyobb hatalmú ura a 13 családnak, az a Rothschild család feje. És a Rothschild családtól, illetve a Rothschild, mit tudom én kitől akkor, aki ugye a Rothschild család vezetője volt, attól át akarta venni a vezető pozíciót, utána tudsz megint ennek keresni. Megnézed a Google-ban, mi az, hogy pindár. Oké. Ez ennyi a szó. Pindar, úgy kebegy. Mi az? Ott van benne. A háttér hatalom feje. Oké. De nehogy azt hitt, hogy ez a 13 család, ez ennek van egy feje. Nem. Csak a legnagyobb hatalmúról van szó, az a pindár, akinek a legnagyobb hatalma van, jelenleg emberként a bolygón, az a pindár. Oké, és az pedig a Rothschild család feje. Oké, és mióta meghalt az öreg Rothschild, mit tudom én ki, vette át ezt a szerepet ott abban a családban, azóta az a pindár. Oké, de ugye miért még? Azon kívül miért? Mert a Rothschild családnak van a legnagyobb vagyona a bolygón. Oké? Tehát mit tudom, azt gondolnád, hogy mit tudom én, a római katolikus egyháznak van a legnagyobb vagyona, vagy a McDonald'snak van a legnagyobb vagyona. Nagy tévedésben élsz. A Rothschild családnak van a legnagyobb vagyona. Hát most gondold végig, ha egy család, már erről beszéltem nem olyan rég, egy család arra képes volt, hogy egy szó, ez egy csatornát megcsináljon. Vagy arra képes volt, hogy egy országot létrehozzon. Izraelt ők hozták létre. Teljes egészében. Ha arra képesek voltak, ha mennyi pénzük van? Hát gondold végig. Hát ugye évszázadok óta gyűjtik a vagyont. Évszázadok óta vannak bankjaik. Oké. Okay. Jó? No szóval, csak azért, hogy gondolkodj el, ki a manótól várod azt, hogy neked jobb életed legyen? Tehát vagy együtt teszünk azért, hogy jobb életünk legyen itt a bolygón, mi emberek, mi átlag emberek, vagy nem lesz jobb életünk sose, hanem megyünk, elérik azt, hogy minél rövidebb legyen az életünk. Az ember úgy működik, mit kell csinálni az emberrel, hogy rövid életű legyen? Minél többet idegesítesz egy embert, annál rövidebb életű lesz. Ezért mondja a magyar mondás, na, sírba tette. Amikor ezt mondja valaki, hogy na, sírba tette, mivel? Agyon idegesítette. Azzal tette sírba. Tehát a lakosságot, az a cél, hogy a lakosságot agyon idegesítsék, és akkor minél hamarabb meghaljanak az emberek. Nem veszed észre, hogy ez a cél? Nem veszed észre? Hát akkor nem tudom, hol élsz. De észre kellene venni, hogy a hatalomnak az a célja, hogy agyon legyél idegesítve, és ez nem csak hírekkel csinálják meg, meg nem csak jogszabályokkal, meg nem csak pénzromlással, hanem titkosan is megcsinálják. Mivel? Például elektroszmoggal. Mi az, hogy elektroszmog? Minden, ami elektromos elektronikával működik, tehát elektromossággal működik, az elektroszmogot bocsájt ki, ami az emberre káros, az egészségére káros. Ezt jól tudjuk. És ugye minél erősebb ez az elektroszmog hatás, annál károsabb az emberi szervezetre. Tudjátok, mióta foglalkoznak ilyen dologgal? Meg fogsz lepődni. 100 éve. Több mint 100 éve már. Tehát több mint 100 éve tudják, hogy az elektroszmog az káros az emberre. Több mint 100 éve. Ezért például kezdetben úgy szerelték a villanyt, hogy fémcsövekbe. Így van, és Bermancsőnek hívták a fémcsőt. Fémcsövekbe szerelték a villanyvezetékeket. Mert
És ha neked olyan házad van, mint például nekünk van egy kis rész a házunkból, ami 1926-os építésű, és abban még fémcsövek vannak a falban. És abban megy a vezeték. Oké? Okay? Tehát 100 évvel ezelőtt már tudták, hogy sugároznak az elektromos dolgok. Minden, ami elektromossággal működik. Oké? Okay? Minden. És ugye nem csak elektromosság van, hanem rájöttek arra is, hogy aminek frekvenciája van, minél magasabb frekvencia, annál jobban káros a szervezetre. Mit jelent az, hogy frekvencia? Mármint, hogy minél magasabb frekvencia, minél gyorsabb a rezeg. Tehát egy szekundum alatt minél több rezgést kibocsájt, annál károsabb a szervezetre. Tehát ezért például az agyhullámok, azok azért nem károsak a szervezetre, mert nagyon alacsony hullámhosszon van. Tehát az ilyen másodpercenként pár hullámot csinál. Érted? Az agyhullámok. És de viszont mondjuk elkezdték bevezetni az 5G-t. Ami a 4G-hez képest 10-szeres rezgés. Csak az emberek nem így tudják, azt hiszik, hogy 4G, 5G, akkor az 25%-os emelkedés. Vagy mennyi? 20%-os. 20 vagy 25, mindegy. 100%-os emelkedés, érted? Közben nem, mert a, mit tudom én, pár ezer hercet fölemelték pár tízezer hercre. Érted? Szóval mi azt jelenti, hogy az 5G, nem tudom, tudjátok-e, hogy kicsit visszamegyünk a történelembe, párhuzamok vannak. Volt a spanyol nátha, akkor vezették be a középhullámot, tehát ezeket a rádióadókat. Közép, rövid hullám, akkor vezették be, azt hiszem a középhullámot vezették be akkor. Mikor a spanyol nátha volt. Annak következtében, akinek gyengébb volt az immunrendszere, ment a temetőbe. Most, a Covid alatt, nem a Covid alatt, ugye volt egy kitalálmány, ráfogták az influenza kezdetére, hogy Covid, még semmi köze nem volt a Covidnak, ezért lehetett zárlatokat csinálni, a zárlat alatt elterjesztették egy pillanat alatt az 5G-t, nem vicc, az 5G-t a zárlat alatt terjesztették el, és az létrehozta az immunrendszernek azt a válaszát, amit produkált a Covidnál. A légszomjat. Világos ez? Azt hozta létre. Az az immunrendszer válasza az 5G-re. Csak hogy tisztában legyünk ezzel a dologgal. Oké? Okay. Na most akkor megkérdezem, hogy biztos jót akarnak nekünk, nem? Biztos. Tehát amióta kivonták a 4G-t a telefonból, ugye a telefonnál már nem tudsz 4G-vel, azóta vételi problémák vannak, nem tudom észrevetted. Azóta mindenhol szakadozik a vonal. Mert ami van, az nem elég, nem a 4G-t, 3G-t, bocsánat, nem a 4G-t, a 3G-t. A 4G az megvan. A 3G-t szüntették meg. Tehát azóta, mióta megszüntették a 3G-t, azóta a telefonok szakadoznak. És bizonyos térerő problémák vannak. Mert a 4G az egy magasabb frekvencia, és ugye minél magasabb egy frekvencia, az annál nehezebben hatol át az anyagon. Minél alacsonyabb egy frekvencia, annál könnyebben áthatol az anyagon. Jó, tehát az azt jelenti, hogy a 4G, 5G ellen jobban lehet védekezni, mint a 2G vagy a 3G ellen.
Mert ugye a 2G az könnyedén átmegy az anyagon, de az 5G már nem. Tehát például nekünk lemeztető van, mióta 5G van, illetve 4G, nem 5G-t nem is fogunk venni sose, mióta 4G van, azóta komoly problémánk van a lakásban való telefonálással. Tehát ami azt jelenti, hogy nem jön át rajta úgy a jel, ahogy kellene. Szóval, de ezt most miért mondom? Hát mert ugye ez mind hozzátartozik, hogy átlásd, hogy a hatalom az nem akar neked jót. Érted? Tehát most gondold végig, bevezettek egy hirtelen ugrást, ugyanúgy, mint a 20-as években bevezették 100 évvel ezelőtt a középhullámot, és ez egy ugrás volt, egy frekvenciaugrás fölfele, és a szervezetek nem bírták. Most ugye a 4G-hez képest az 5G, tehát nem ugyanaz a 4G meg az 5G a Wi-Fi-nél, meg a telefonnál. Ne hasonlítsuk össze. A Wi-Fi-nél az tényleg csak az az 5G, mint amit az ember vár, hogy mit tudom én, egy 2000 herccel magasabb frekvencia. De a telefonban lévő 5G, olvas utána. Ezt is utána tudsz olvasni a Wikipédián. És ott nem tehetnek fel akármit, mondom. Utána tudsz olvasni, hogy a telefonban lévő 5G az mekkora frekvenciával működik. És akkor emberek ide teszik a fejüket. Mikor telefonál. Persze. De ugye az egy adó, és a fej mellett telefonál az 5G-vel, mert ugye a másik adó az valahol az oszlopon van, az nem a fejénél van, de amikor telefonál 5G-vel, vagy wifizik 5G-vel, érted? Jó, akkor csak veszi, de mondjuk mikor telefonál 5G-vel, mert ugye tud 5G-vel telefonálni, az azért én nem szeretnék a helyébe lenni. És akkor nézzük másik dolgot. Elektroszmog. Azt mondja, hogy 14 évvel ezelőtt, tanultam 14 évvel ezelőtt, hogy elektroszmogot állít elő a hagyományos autó. Ezért van védelem, amit csinálni kell az a hagyományos autónak. Miért? Hát mert áram folyik benne. Tehát áram folyik. És ráadásul nagyobb áram folyik, mint otthon, mert az áramerősség a döntő a elektroszmognál. Minél nagyobb áramerősség, annál nagyobb elektroszmog. És ugye az autóban elektroszmog van. Ezért ugye ezzel szemben is védekezni kell. Na, erre előállították a hibrid autót. Amiben jó van, nagyobb áramerősség folyik. Erre előállították az elektromos autót. Amiben még jóval nagyobb áramerősség folyik. Ami azt jelenti, hogy még nagyobb elektroszmog. És akkor csodálkoznak az emberek, hogy irány a kórház, meg a temető. Mikor sokat autóznak, mondjuk elektromos autóval. Komolyan? Persze, hát persze, nem tudják, mitől betegednek meg. Hát az elektroszmog. Tehát az ember szervezete az képes akkor ellenállni, hogyha nagyon jó az immunrendszer. De egy ember sokat volt idegesítve, mondjuk a Covid-dal, akkor ne csodálkozzon, hogy utána az immunrendszer nem úgy működik, ahogy kellene. És akkor hogy működik? Úgy működik, hogy nem tudja fölvenni a versenyt azzal a károsítással, amit az elektroszmog okoz. Jó, ez csak úgy, hogy tiszta és világos legyen. És ez tudományosan bebizonyított tények, amikről most beszéltem. Tehát ez nem kamu. Ennek utána tudsz nézni az elektroszmog hatásainak. Oké? És milyen furcsa, ugye azt akkor nem tudták, mikor a spanyol nátha volt, hogy az a középhullám bevezetése miatt volt, de már összerakták, most rakták össze igazából itt az 5G bevezetés és a Covid összefüggések között. Rakták össze, hogy jé, hát akkor a spanyol náthánál is ez volt, mert egy időben volt. És az azt jelenti, hogy akiknek gyengébb az immunrendszere, nagyon sokat számít az, hogy milyen állapotban van egy ember, milyen jó állapotban van, minél jobb állapotban van,
akkor valószínű az immunrendszer is annál jobb állapotban van. Természetesen nem, az is számít természetesen, hogy mennyi tápanyagot visz be az ember a szervezetébe, ami ugye segíti az immunrendszer működését. Tehát ez a kettő dolog határozza meg, és valakinek nem olyan a hangulata, meg nem olyan a tápanyag bevitele, akkor az immunrendszer is olyan, és akkor ne csodálkozzon, hogy mondjuk föltelepítenek a tőle 30 méterre mondjuk egy 5G állomást, érted, ami még nem is nagy, mert az 5G állomások nem nagyok. És akkor azt veszi észre, hogy hoppá, megbetegedett. És akkor laknak emberek telefontorony alatt. Érted? Mondjuk egy megengedték a közös képviselők, érted? A pénzért, hogy telefontornyot rakjanak a házuk tetejére. Érted? Közben telefontoronytól 150 méterre nem szabadna lakni. 150 méterre nem szabadna lakni. Szóval mondom, egyszerűen katasztrófa, és ez bebizonyított tény. Tehát ennek utána tudsz nézni. Én ismertem személyesen egy magyar professzort, a Heidelbergi Egyetemen tanított, a Németországban, és ő foglalkozott évtizedeken keresztül az elektroszmog problémájával. És be van bizonyítva tényként az elektroszmog káros hatása. És ezt tudják a hatalomban lévő emberek, mert ők is utána tudnak nézni, hiszen szakemberek veszik őket körül. És nem foglalkoznak vele. Az a lényeg, hogy az ő házán ne legyen adott, mondjuk rádiótorony. Ez a telefontorony. Nem rádió, hanem telefon. Jó? Szóval, hogy akarod elérni azt, hogy mondjuk tényleg mondjuk legyen egy jobb világunk? Tehát ha nem lesz jobb világunk, akkor neked is rosszabb lesz. Nem tudom, világos. Tehát ha egyre rosszabb világ van, akkor azt lehet mondani, hogy a nagyon nagy többségnek egyre rosszabb lesz. Tehát nem kellene tudatosodni azért, hogy legyen egy jobb világunk. Tehát van egy alapvető dolog ebben kapcsolatban. Tehát azt tehet meg a hatalom, amit az emberek engednek. Ez az alap. Tehát az emberek fölhördülnek, hogy azt mondják, hogy na azt azért csak nem kéne, akkor nem csinálják. Oké? Okay. De amikor a legtöbb ember ezt csinálja avval kapcsolatban, hogy valami történik, érted? Karba teszi a kezét és lefütyüli az egészet, akkor azt tesznek, amit akarnak. Mondod végig. És egy olyan világban élünk, ahol gyakorlatilag első pillanatban, amikor a Covid beindult, 2020. február vagy márciusban, azt mondtam, hogy tesztelik a lakosság tűrőképességét. És elég nagy a lakosság tűrőképessége, ha megnézitek. Nem? Átment a vizsgán. Így van. Simán. A teszt sikeres volt. Jó magas a lakosság tűrőképessége. És nem csak itt Magyarországon, szerte a világban. Mert ez egy általános világteszt volt, ahol ki tudták próbálni, hogy a népeknek milyen a tűrőképessége. Volt, ahol kevésbé tűrtek, volt, ahol jobban tűrtek. Attól függ, hogy mennyi embernél tudták elérni, hogy beoltassák magukat. Az volt a vége a tesztnek. Hogy sikerült elérni, hogy mennyi ember oltassa be magát olyan anyaggal, amiről halvány lila dusztja nincs, hogy mi, és nem is tudott utána nézni. Tehát te például az elektroszmognak utána tudsz nézni.
Érted? Beveszel egy gyógyszert, utána tudsz nézni, hogy mit tartalmaz. Annak senki nem tudott utána nézni. Még az orvosok se tudtak utána nézni, hogy mi a manót tartalmaz az a szer, amit bead oltásként. Senki nem tudta. Azóta se tudják. Azóta se. Annyit tudnak, hogy kémiai vizsgálatnak tették ki ugye a szereket, hogy mi a manók lehetnek benne. Oké, ennyit csináltak. De nem adtak ki róla hivatalos iratot, hogy mit tartalmaztak azok a szerek, amivel beoltották az emberek. És ugye most ezenbe jutott erről egy érdekes kérdés, hogy mondjuk beoltják a gyerekeket. Most én a kötelező dolgokról beszélek, de a nem kötelezőről is. Beoltják a gyerekeket. Én most szülő lennék, tudja, azt csinálnám, hogy megmondanám, hogy kérem szépen, mit tartalmaz. Mit tartalmaz? Hát minden gyógyszerről, mindenről van leírás, hát akkor kérem szépen az oltástól a leírás. Ugyanúgy. Hát engedélyezték, akkor arról van leírás, mert engedélyezték, hogy mit tartalmaz. Hát én engedélyeztettem vitamint annak idején, még 2005-ben, és még mai napig is megvan rá az engedélyem. Engedélyeztem, és részletesen mindent bele kellett tenni. Minden. Még ami abszolút minimális mértékben volt, azt is, hogy mit tartalmaz. Pedig az egy vitamin készítmény volt, nem egy oltás. És jogos is a felvetés, ha végig gondolod, hogy jó, beoltatja az ember, mondjuk a gyerekét, mondják, mutassák meg, mi van benne. És vállaljanak az oltásért felelősséget, persze. Így van. Ha valami maradandó mellékhatást okoz. Nem? De ezt írják alá. Vagy rosszul látom? Hát a kórházak is, vagy nem a kórházak, a gyógyszereknél is leírják, hogy hány esetben ilyen hatás, hány esetben olyan hatás, hány esetben olyan hatás történt. Miért nem lehet ezt az oltásnál is? Ja, azért, mert senkinek ez nem jut eszébe. Ha minden kismama kérné, minden szülő kérné, akkor hidd el, hogy törekednének erre, hogy kiadják. De mivel leszarja mindenki, bocs, ezért miért kellene kiadni? Tehát, ha megnézed, a világban olyan tudatlanság ne továbbja van. Szó szerint. És akkor ugye az ember kap egy listát, hogy mi mit tartalmaz, akkor hát ha ő nem is ért hozzá, egy szakemberrel utána tud nézni. Vagy például én már néztem utána a gyógyszernek, egyik rokonom öngyilkos lett, aztán hála Istennek életben maradt, aztán utána másodszor is öngyilkos lett, akkor már nem maradt életben. Na mindegy, nem is az a lényeg, de amikor először életben maradt, akkor ugye járt nálunk, és hát mondtam, mi történt, és hogy fölírtak neki gyógyszert, mert járt pszichiátrián is, meg stb. Mindegy, fölírtak gyógyszert. Jó, első dolgom az volt, hogy nézzük már meg a mellékhatását. Mert ő nem nézte meg. Szépen interneten beütöttük, szépen kiadta a gyógyszert, részletesen utána lehetett nézni. Ott volt mellékhatás, öngyilkosság. Érted? Mellékhatás, öngyilkosság. Mondom, de ilyen gyógyszert akarsz szedni? Aminek az van mellékhatása, hogy öngyilkosság? Persze ott más mellékhatások is voltak. De ez tűnt fel a legjobban, hát a többire már nem emlékszem. Jó, ez csak úgy példaként mondom. Egyébként nagyon sok gyógyszernél, ha megnézed,
hogy az a mellékhatása, amire kellene hatnia. Nem vicc. Több gyógyszernél már azt tapasztaltam, hogy az a mellékhatás, ami ellen kellene, hogy hasson. Érdekes. Na most akkor ilyenek a gyógyszerek, akkor ilyen milyen lehetnek az oltások? Na jó. No szóval, ugye én annyiból vagyok talán másabb, mint a többi ember, hogy én egy kicsit másként gondolkodom. Lehet, hogy azért, mert más volt a gyerekkorom. És ugye, mit tudom én, mondjuk 30, már pontosan nem emlékszem, ilyen 31-2-en voltunk általános iskolában, de egyetlen gyerek sem mondta azt, hogy az apja az rendszeresen hallgatja a rádiót és a híreket. Onnan tudtam ezt, mert volt egy olyan történelem tanárunk, aki a napi politikáról tájékozott, tehát kérdezett, a napi politikáról kérdezett. Tehát, hogy mi történik ma a világban, Magyarországon, stb. Stb. Arról kérdezett, tehát a hírekről, a napi hírekről kérdezett, akkor még voltak hírek, nem csak magyar hírek voltak, hanem a világban voltak hírek. Tehát nem csak olyan hírek voltak, ami gyakorlatilag ilyen bulvár hírek. Na most már a hírek, ilyen bulvár hírek vannak csak a hírekben. Alig hallanom más hírt. Na és én azt láttam, hogy a gyerekek közül senki nem tudott semmit a napi hírek. Csak én. Miért? Mert apu hallgatta a híreket, többek közt a Szabad Európát is, meg a magyar híreket is. Én meg kénytelen voltam ezáltal hallani. Mert egy fal, meg egy ajtó választott el. Ugye attól a helyiségtől, ahol apu ezt hallgatta, és ezáltal én is hallgattam. És ugye én láttam azt, hogy mondjuk milyen különbség vannak a szabad európás hírek, meg a magyar hírek között, mennyivel másabbak voltak. Ezt kiskorban, már általános iskolás koromban, ezt én már megtapasztaltam. És akkor valahogy, ugye, ez bennem maradt, hogy a hírek azok nem teljesen úgy működnek, ahogy működne. Mert ugye mást mondott a Magyar Rádió, mást mondott a Szabad Európa Rádió, vannak idején. És hát sok esetben ellentétes információt, persze. És ugye én világéletemben ezáltal olyan maradtam, hogy én próbáltam egy kicsit utána nézni a dolgoknak, és szerettem azon a területen, amivel én foglalkozok, vagy érdekel, vagy érinti az életemet, tájékozott lenni. Na most ennek köszönhetően, ugye a nyitottságomnak köszönhetően én elkezdtem olyan dolgokkal foglalkozni már a 80-as években, hogy hát nem akartam átlag életet élni. Hanem én eldöntöttem, hogy átlag feletti életet kellene élni. Az átlag élet az annyira sose tetszett. Nem tudom, te ez hogy vagy ezzel. Nekem az annyira sose tetszett. És ugye 87-ben el is kezdtem vállalkozni, és 93-ben elkezdtem céget alapítani, és ugye szó volt róla, hogy 4 különböző területen értünk el piacvezetői pozíció. Mondok erről egy-két gondolatot, erről nagyon rég beszéltem nyilvánosan. Az első piacvezetői pozíció volt, az a lakásbiztosításokból értük el, amikor át kellett kötni a lakásbiztosításokat az állami tulajdonból magántulajdonba. És mivel Újpalotán mellett laktunk, ezért nekem Újpalota kapóra jött, akkor már biztosítási broker cégként dolgoztam, biztosítási broker cégem volt, és annak voltam a vezetője, ezért adódott a lehetőség, hogy miért ne használjuk ki a lakásbiztosítások átkötését. Ez nem sokáig volt, tartott. Egy pár hónapig voltunk gyakorlatilag piacvezetők ezen a területen, max. Fél évig csináltuk ezt a kérdést. Ez volt az első piacvezető pozíció. Na most, ha az ember úgy látja valamit, hogy jól tud csinálni, akkor el tudja képzelni azt, hogy hasonló területen is jól fog boldogulni. Utána létrehoztam egy biztosítási broker voltam, és meghívtak egy tanításra, egy oktatásra, ahol
önkéntes nyugdíjpénztári témát oktattak, mert hogy a biztosító akart indítani egy önkéntes nyugdíjpénztárt, és a brokerek meg szerveztek volna oda tagokat. És akkor ez egy ilyen háromnapos képzés volt, én a harmadik napon már úgy mentem haza, hogy én egy ilyet fogok csinálni. És ez volt július elején, augusztusra meg is csináltam a nyugdíjpénztárt. Tehát úgy, ahogy volt. Létrehoztam. És már akkor össze eldöntöttem, hogy ez lesz Magyarország legnagyobb önkéntes nyugdíjpénztára. Ez volt 94 augusztus végén, az eldöntés össze, 94 őszén, 96-ra mi voltunk a legnagyobbak. Oké. Okay. Tehát rá két évre, pont két évre, mi voltunk a legnagyobbak. Az azt jelenti, hogy ez gondot is jelentett, na onnantól kezdve lepte ilyen OTP-t, NN-t, ABE-gont, mindent lepipáltunk, mi voltunk a legnagyobb. Tehát hiába mögöttük volt egy nagy multi, mögöttünk meg senki. Na ez volt a probléma, hogy lepipáltunk mindent. Mondjuk harmadikok lettünk volna, az nem lett volna olyan nagy baj, de mi nagyon lepipáltuk őket. De nem kicsit. Itt majdnem kétszer annyi tagunk volt, érted, mint a második legnagyobbnak. És akkor ez nyilvánvaló, hogy nem tetszett. Hát a konkurenciának nem tetszett. Aztán ezáltal mindent megtettek annak érdekében, hogy abból a területből én kiszálljak. Oké. Okay. Utána, hát nem hagytam ezt a területet teljesen ott, hanem fölkértek arra, hogy egy önsegélyező pénztárnak szervezzek tagokat a csapatommal természetesen. Tehát ez már mind csapat. Tehát onnan, hogy biztosítás, azt se egyedül csináltam, hanem csapattal csináltuk. És gondoljátok végig, ott maradtam teljesen a háttérben, egy kis önsegélyező pénztár volt, azt egy olyan két éven belül az is a legnagyobb önsegélyező pénztár lett az országban a segítségünkkel. Jó, ez már a harmadik piacvezetői pozíció, ezt megnézzük. És ugye ennél is túl nagyok lettek, és akkor úgy változtatták a törvényeket, meg rászálltak az önsegélyező pénztárra. Nem volt ott se semmi baj, ugyanúgy, mint nálunk se volt. És ugye az nyugdíjpénztárnál. De hát, ha egy céget tönkre akarnak tenni, akkor főleg egy pénzügyi céget, hát az persze könnyen tönkre tudnak tenni. És ugye abból a területből kiszálltam, mert ugye ott is megváltoztak teljesen a jogszabályok, és már nem érdemes volt vele igazából úgy foglalkozni, mint előtte. Elkezdtem foglalkozni egészséggel, egészségtermékekkel, onnan ismerem az elektroszmog kérdést is, jó? Ez már 2005-ben járunk, 2005-től. Onnantól van weboldalunk, nem 2015-től, 2005-től van weboldalunk. Csak a múlt előadásban rosszul mondtam, egy tízessel későbbre datáltam, véletlenül. Na szóval, és hát nyilván ott az csak fenntartott minket, és én elhatároztam 2013 év elején, hogy azokkal a képzésekkel, amit én a vezetőknek nyújtottam, 2000-től, tehát a vezetőknek nyújtottam 2000-től, és a vezetőképzőkön hangzottak el képzések, azokat én elkezdem tanítani a nagyvilág számára. És ez 2013 nyara volt, és hát azóta piacvezetők lettünk ezen a téren is, tehát az emberek, nem 2013, bocsánat, 2010 nyara volt, 13-ban a coachképzéseket kezdtük el, ami azt jelenti, hogy hát egyszer csak olvastam egy cikket, és akkor rájöttem arra, hogy néha mi coachképzéseket tartunk. Felgondoltam volna 2010 és 2013 között, hogy coachképzéseket tartunk,
És ugye mi a coach? Hát az egy olyan ember, aki képes valakiből kihozni a legjobbat, meg a legtöbbet. Tehát az a coach. Tehát magyarul az életében tud segíteni, ezeken a területeken mutatom. Tehát ezek közül valamelyik területen tud segíteni. Jó? A legtöbb coach ezen a területen működik itt a kettesen, a Földön. Tehát a legtöbb coach. Ma a bolygón gyakorlatilag már több százezer coach van. Jó? Tehát akik képzést kaptak. Ma Magyarországon ugye mi képezzük messze a legtöbb coachot. Tehát messze. Tehát ebben is piacvezetők vagyunk. De ugye mi egy kicsit másként csináljuk ezt a dolgot. Mert tehát mi egy olyan lehetőséget biztosítunk az emberek számára, hogy itt coachingoljanak a szervezeten belül. Tehát ne kifele, hanem itt. És ne a coach szakmából éljenek. Miért? Mert ne abból éljenek, hogy kihasználják más baját. Érted? Tehát igazából megnézed mondjuk a... Nem bántani akarom, csak reálisan megnézed. Mondjuk megnézed egy természetgyógyászt. Hát más bajából él. Megnézel egy ügyvédet. Más bajából él. Megnézel egy orvost, más bajából él. És ez nekem sose tetszett. Nekem sose. Megnézed egy temetkezési vállalkozást. Más bajából él. Tehát én nekem az sose tetszett, hogy más bajából élni. Érted? Tehát mit tudom én, valaki fölkeresi a coachot azzal, hogy javítsa meg a párkapcsolatát, mert éppen szétmenőben vannak. Érted? És akkor azért súlyos pénzeket kérnek a coachok. Tehát más bajából él. Tehát más bajából én soha nem akartam élni. Soha. Tehát én mindig abból akartam élni, hogy valamit nyújtok az embereknek, például ugye az én alapszakmám az autószerelem. Tehát azt odahozták, hogy javítsam meg az autót, azt megjavítottam. Érted? De az nem az embert kellett megjavítani, hanem az autót. Tehát ugye én azóta tanultam olyan dolgokat, kaptam olyan információkat, hogy ugye más bajából, tehát személyes bajából, abból nem lehetne pénzt keresni. Tehát nem lehetne. Tehát nem lehetne azt mondani, hogy na most ennyi az óradíj. Tehát max azt lehetne, mint ami régen volt, ez régen így működött, hogy mondjuk volt a faluban egy gyógyító, és oda mentek hozzá, ha betegek voltak, és vittek cserét, érted? És akkor aki jobb módú volt, az több cserét tudott vinni, aki rosszabb módú volt, szegényebb volt, az kevesebb cserét, és az tudta, érted? És teljesen ebből élt, érted? Vagy lehet, hogy nem is ebből élt, mert még mellette volt gazdálkodása neki otthon, érted? És lehet, hogy az volt a fő megélhetési forrás a gazdálkodás. De ez ebből még plusz bevételt, ilyen formában cserebevételt tudott nyújtani. És ez tök normális, vagy volt a falubíró. Falubíróhoz is oda mentek, azt se kérte azt. Hanem az is úgy működött, hogy vittek cserét, ugyanúgy. És ez így tök normális. És egy olyan világban élünk, ha most az emberek baját kihasználják, érted? És ez nekem baromira nem szimpatikus. És ezért nem is azt javaslom, hogy valaki úgy legyen coach, hogy majd pénzért coachingol embereket, hanem legyen itt egy nagy csapata, és coachingolhat annyi embert, hogy amennyi csak belefér. Érted? És onnantól kezdve díjmentesen tud coachingolni. Érted? Mert nem abból fog élni. Hanem miből? Hát abból, hogy van egy tandíj, akik itt tanulnak. És a tandíj több mint 70%-a, majdnem 80%-a, az fel van osztva. Azok között, akik vezetőként működnek már, illetve hoztak tanulókat, tehát ugye azok a vezetők, akik hoztak tanulókat, és ha sok tanulót hozott, na akkor vezető. Ha csak egy-két tanulót hozott, még akkor nem vezető. Ha sok tanulót hozott, akkor vezető.
És hát a sok tanulót hozott, azok közt is lesz olyan, akik hoznak tanulókat, meg lesznek olyanok is, akik sok tanulót hoznak, és akkor kialakul egy csapat. És abból lehet bőven coachingolni emberek. Érted? De úgy, hogy nem kérünk pénzt, de csak azokat coachingoljuk, akik itt tanulnak. Mert ugye egy coachhoz elmegy egy párkapcsolati problémával az ember, helyre hozza mondjuk a kapcsolatát, jó pénzért, ugye a párnak. Aztán mondjuk egy év múlva megint valami gubanc lesz. Akkor megint kiköthetnek a coachnál. Így van. Tehát akkor mondjuk, hogy egy biztos jövedelem a coachnak az összezörenés. De hát ez minden területen, ha valaki mondjuk gyógyítással foglalkozik, meggyógyít egy betegséget, de a lelki ok nem gyógyul meg, akkor úgyis lesz következő betegség annak az illetőnek. És akkor mit értünk el avval, hogy tehát itt nem az a lényeg, hogy az emberekből pénzt keressünk, hanem az a lényeg, hogy jól éljék az életüket, érted? Tehát az nem pénzkereset, tehát elmész tanulni bárhova, ingyen akkor tudsz tanulni bárhol, hogyha az állam támogatja azt a tanítást. Vagy valamilyen egyesület, vagy alapítvány, vagy egyház támogatja, de az egyházat is az állam támogatja, úgyhogy akkor közvetett módon az egyházi támogatás is, ugye állami támogatás. Szóval, akkor tudsz ingyen tanulni, hogyha az támogatott valahonnan az a... Tehát olyan, hogy ingyen tanulás, az felejtsd el. Tehát ingyen tanulás nincs. Az interneten nézelődhetsz, mondhatják neked azt, amire te azt gondolod, hogy tanítás, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan, és ilyen rengeteg van, hogy ne ilyen legyél, hanem olyan. Ne ezt csináld, hanem azt. Ne ezt tedd, hanem azt. Ne így éld az életed, hanem úgy, de hogy jussol el oda, azért mindenütt kőkemény pénzeket kell fizetni. Tehát a módszer az bizony pénzbe kerül a világon mindenütt. És ha itt egy szakmát akarsz tanulni, és nem állami támogatott szakma, akkor bizony azért kőkeményen fizetsz, mint a kisinas. Oké, mindenütt. És ez mindig is így volt. Az inas fizetett azért, hogy a szakinál tanulhat. Minimum a munkájával, ami azt jelenti, hogy ingyen végezte a munkát. Oké? Okay? Tehát mindenki, aki tanult a múltban, az egy természetes dolog volt, hogy azért fizetni kell. És ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem etikus, akkor ő nem etikus. Mert az nem etikus, hogy pénzért gyógyítunk, becsületkasszával kellene gyógyítani. Nem etikus, hogy pénzért jogi ügyeket intézünk, érted? Most ne az olyan jogi ügyekre gondolj, amikor mit tudom, valaki mondjuk meg akar venni egy ingatlant, és akkor jó, segítkez ebbe az ügyvéd, hanem amikor mondjuk meg kell magát védenie. Érted? És mert mit tudom én, rányomnak egy olyan valamit, amit nem is követett el. Érted? És akkor kell hozzá ügyvéd. Tehát ilyenekre gondolj. Vagy valaki, mit tudom én, beteg, és akkor fizessen, hogy meggyógyuljon. Érted? Milliókat manapság. Hát most már nagyobb üzlet a betegség, mint a temetkezés. Jóval. Szóval, gondold végig. És akkor mi nem így gondolkodunk, hanem úgy gondolkodunk, hogy tudni kell azt, hogy igenis a módszer az pénzbe kerül. De ha azt akarjuk, hogy változás, pozitív változás legyen ebben a világban, akkor igenis sok embernek rendelkezni kell módszerrel. Az a sok ember az azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok ember. Ahhoz meg megfizethetőknek kell lenni a módszernek. Ezért kikalkuláltunk egy olyan árat, de annak is gondold végig több mint 70%-a, csak nem 80%, 76% jelenleg.
az felosztásra kerül, az azok között, akik a tanulókat szervezik. Ennyi. És ha erre azt mondja valaki, hogy ez tisztességtelen, akkor bizony jó, ha tudod, hogy ő a tisztességtelen. Jó? Mert még nem találsz még egy olyan vállalkozást, amely bevételének a 76%-át visszajuttatja azok számára, akik tesznek azért az eredményekért. Érted? Nyilván nem a tanulóknak juttatja vissza, hanem azok, akik olyan tanulók, hogy közben még szerveznek. Ezért ugye van egy rész, aki ebből él, mint például a házigazdáink is. Ez a fő tevékenység, mert ez a fő bevételi forrásunk. Világos ez? Ilyen egyszerű. És most gondold végig, itt tanul valaki, és van ezen a területen valamilyen problémája, és tud itt nálunk díjmentesen tanácsot kapni. Hol tudják még ezt megcsinálni a világban? Hol van még egy olyan szervezet, ahol meg lehet ezt csinálni? Hol? Sehol. Sehol. És akkor végig lehet gondolni, hogy de miért? Miért csináljuk ezt az egészet? Nagyon egyszerű. Én hiszek a horoszkópba is, hiszek a számmisztikába is. Mind a kettőben ezek ősi tudományok. Aki ennel már foglalkozott, beleásta magát, azt tudja, hogy hisz. Azok nem hisznek ebben a két tudományban, akik egy picit se ásták bele magukat ebbe a kérdésbe. Ugyanis, ahányszor, mikor még ezzel nem foglalkoztam, ezzel a két tudománnyal semmit, ahányszor elemezték a mondjuk a horoszkópomat, vagy elemezték a számaimat, akkor mindig arra jöttem rá, hogy hát ez rólam szól. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az ember mögött ott van egy olyan tudás, érted, amiről nem tud. Tehát nem tudja, hogy ő milyen. Pedig a horoszkópban, meg a számokban, a számmisztikában benne van, hogy ő milyen. És onnantól kezdve, ugye a nejem beleásta magát a horoszkópba, én beleástam magam a számmisztikába, és ezt most miért mondom? Ezt azért mondom, mert miért mondtam? A tanulás. A tanulással volt, így van. Na mindegy. Mindegy. Menjünk tovább. Szóval lényeg az, hogy ugye ezekbe a dolgokba is beleástam magam, és azt látom, hogyha egy ember beleássa magát a tudásba, akkor nem jut oda, hogy ez hülyeség. Érted? Ja igen, ezért hoztam föl példaként a horoszkópot, meg a számmisztikát, érted? Mert azok tudják mondani, hogy hülyeség, akik nem ásták bele magukat egy csöppet se. Tehát a tudás azok számára hülyeség, akik eddig nem ásták bele magukat a tudásba. És nem csak a horoszkópról, meg a számmisztikáról beszélek, hanem mindenről. Beletartozik a vérmérséklettől kezdve minden. És ha az ember tud, akkor annyiból másabb, hogy ezeken a területeken elkezd sokkal jobban boldogulni. Érted? Mert ezek a területek nálunk itt tanítva vannak. 25 nagy témánk van. A párkapcsolatban a 6. hónapban vagyunk. 6. hónapja tanuljuk a párkapcsolati dolgokat. És rengeteg tudás van ezekkel a területekkel, rengeteg tudás. Azok mondják, hogy felesleges, akik nem ásták még bele magukat semmilyen tudásba. Tehát ezek olyan dolgok, hogyha az ember használja, akkor az működik. Tehát ha az ember tanul és azt használja, akkor az működik. Most tök jó dolog például, hogyha az egyik ember tudja a másikról, hogy milyen. Mert akkor sokkal könnyebben bánik vele,
ha ismerjük jobban a másiknak a tulajdonságait, akkor sokkal jobban tudunk velük bánni, mint amikor nem ismerjük. Szóval lényeg az, hogy ugye ilyen dolgokat én 2000-ben kezdtem el tanítani. Az akárhogy nézzük 24 éve. Tehát 24 éve. Tehát ezeken a területeken 2000-től tanítom az embereket. És ugye 2010-ben azt mondtam, hogy jó, akkor ezt csináljuk úgy, hogy nagyban, de miért? Mert megvan, miért jöttem a horoszkópra, meg a numerológiára, a számisztikára. Mert ha nekem elolvasod a horoszkópomat, és elolvasod a numerológiámat, akkor mindenütt benne van az, hogy világ megváltó gondolatai, terve, céltudatossága van ennek a hapsinak. Nem vicc. Benne van a horoszkópomba is, meg a számmisztikámba is, érted? Mind a kettőben. És nem ezért lett tekvilág megváltó gondolataim, mert én erről hallottam a horoszkópomban, meg a számmisztikában. A világ megváltó gondolataim az jóval előbb megszülettek, mint mielőtt, még azt sem tudtam, mi az, hogy horoszkóp, érted? Horoszkópot előbb ismertem, mint a számmisztikát valamivel. Érted? Tehát nekem benne van. Tehát most gondold végig, az azt jelenti, hogy jobbá tenni az ember. A világ megváltás az jobbá tenni az embereket. De egyedül nem lehet megváltó senki. Nincs olyan, egyedül senki nem váltotta meg a bolygót. Azt mondják, hogy Jézus volt a megváltó. De hogy volt a megváltó? Mi változott utána? Semmi. Csak rosszabb lett. Mert visszaéltek a tanításaival. Azért lett rosszabb. Mert vissza tudtak élni a tanításaival. Persze. Oké? Hát nem jobb lett. Most megnézzük a dolgokat. A világ megváltás akkor történik, hogyha mi együtt megtesszük. Érted? És az azt jelenti, hogy az emberiség 4%-a, ugye az emlékszel, mit mondtam, hogy pszichopata. De az emberiség 4%-a, az meg pont az ellenkezője. Azok a megváltók. Érted? Ezt úgy hívják, hogy fényküldöttek. Nem megváltók, hanem fényküldöttek. A fényküldöttek a megváltók. De a legtöbb fényküldött, megváltó nem tudja, hogy az. Na most a 4% az azt jelenti, hogy minden 25. ember. Tehát tudjuk jól, hogy a világegyetemben minden az egyensúlyra törekszik. Mindennek egyensúlynak egyensúlyba kell lennie. Ha felbillenés van, az nagy probléma. Itt a bolygón is, gondold végig, 4% pszichopata, 4% viszont fényküldött. Érted? Így van a kiegyenlítődés. És továbbiakban megnézzük, ugye van még 16%, ugye ott vannak a szociopaták. Azok pedig a túloldalt, a 16%, azok pedig a teljesen szociális emberek. Érted? És így jön ki a 20-20%. És így van egyensúly. És ott van, maradt 60%. És a 60% az a tömeg. És a tömeg arra megy, amerre viszi. Oké? Tényleg így van. Ha rossz felé viszik, rossz felé megy. Ha jó felé viszik, jó felé megy. Persze rossz felé könnyebb vinni a tömeget, mint jó felé. Ez nem kérdés. Mert rosszat csinálni sokkal könnyebb, mint jót csinálni. Bajt okozni az ember sokkal könnyebben. Bajt okoz, mint eredményt. Gondold végig. Tehát ismerd föl, hogyha te nyitott vagy arra, hogy az emberek jobbá váljanak, akkor te szociál, ebben a 20%-ban benne vagy. Most azon belül meg lehet, hogy ott van a megváltói szereped, a fényküldötti szerep. De ez a te életed. Érted?
te döntésed, gondold végig. Választhattam volna, mint mondjuk apám, azt az életet, hogy 14 éves korától élete utolsó évéig, kivétel az utolsó év, alkoholizált és alkoholista volt. Én is választhattam volna ilyen életet, csak én nem választottam. Érted? Tehát egy fényküldött is választhat olyat, hogy akkor drogozzunk, vagy alkoholizáljunk, vagy verjük a feleségünket. Érted? Bármit választhat, mert szabad akarat van. Gondold végig. Hát a te döntésed, mi akarsz lenni? Olyan akar, az 60, jaj, nyomjanak 60%, majd megyek erre vagy arra. Mire való az? Hát akkor legyen az ember olyan, aki kilóg a tömegből, nem? De nem rossz értelemben, hanem jól értelemben. És ez a 20% igenis meg tudja váltani a világot, érted? Mert utána a 4% az nem olyan sok, mert mit tudom én, 320 millió ember, az nem olyan sok a 8 milliárdhoz képest. De mégis egy jelentős. De a 20% az már 1,6 milliárd. Az már elég jelentős. Jó, és igazából annyi a dolgunk, hogy beszéljünk arról az embereknek, hogy haladjunk jó felé, ne jó, ne rossz felé. De ez a dolgunk. Nincs más dolgunk. És akkor jönnek a tanulók, ennyi. Oké, és ha annyi tanuló van a csoportodban, nem csak általad szervezve, most így már megérsz belőle. Ennyi. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!